Tamásiban a Deák Ferenc utcából nyíló Arany János utcában szintre emelték az aknafedeleket, és új burkolatot kapott az útszakasz, mintegy 18 millió forintból, tájékoztatotta a település polgármestere. Az utcának, ami egyébként elég forgalmas utca itt a városközponthoz viszonylag közel, egyik felét sikerült ebből a forrásból felújítanunk, a másik fele a Kossuth tér és a Bezeredi utca közötti rész remélhetőleg jövő évben sor kerül a felújítására. A felújítása a település önkormányzatának saját forrásából, a kommunális adóbevétel 2/3-ából készült el. A képviselők 2 szempontot tartanak szem előtt, amikor döntést hoznak a hasonló beruházásokkal kapcsolatban. Az egyik szempont a utca állapota is, hogy milyen forgalmas. Ugye itt nagyon közel vagyunk a városközponthoz, és egyirányú utca, de főleg a reggeli órákban és a délutáni órákban az iskola közelsége és a piactér közelsége miatt is ez rendkívül forgalmas utcaszakaszról van szó. Egyelőre úgy tűnik, hogy az energiaárak elszabadulása miatt nagyfelületi útfelújításokra nem készült a másik önkormányzata.